A nyílt vízi merülés nem minden esetben történik hajóról, hanem a partról beúszva érjük el a mély vizet. Kezdőknek ez biztonságosabb, de azért ilyenkor sem árt a tengeri sünök miatt az uszonyunk, illetve lábunk alá nézni. Vízre mehetem. Ez itt egy különleges helyszín, egy létre van maximum, viszont az a nagy lépés előre, amit tanultunk, az nem működik. Az csak a hajóról működik. Ezért egy különleges bemenetel lesz, először bemegyek én, beadogatjátok a cuccot, felöltözök, utána bejössz te, segítek felöltözni, hogy úgyunk el innen, nincs más lehetőségünk rá, ha majd elengednek, de ő a következő delinkvensem. Norci, aki kerülgeti a tengeri sünöket, mert az egyetlen veszély egy ilyen partközeli merülésnél, ugyanis ha valakinek belemegy a lábába, néhány napig tart, míg kijön. Olajjal körbe kell kenegetni, és akkor nagyobb esélyünk van rá, hogy az ujjacskánk, a talpacskánk előbb kidobja ezt a kis tüskét. Tengeri sünök ide vagy oda, azért merülni kell. A merülést egy eligazítás, vagyis briefing előzi meg, hogy egyértelmű legyen, mit kell majd tennünk a víz alatt. 5 méterrel a felszín előtt, tehát 5 méter mélyen, a merülés végén egy 3 perces biztonsági megállót tartunk. Amikor ugyanúgy szétnézünk a korallos vidékeken, a trópusokon, általában ott van a legtöbb korall, és eltűntjük az időt azért, hogy a merülés nagyon biztonságos legyen. Tudom, hogy ez egy nagyon száraz duma, de mégis ez a szakmai egy nagyon fontos dolog, amit minden kezdő buvár hajlamos elfelejteni és nem foglalkozik vele, az, hogy hol tart a levegőnk. Ez a sárga csík nem azért van itt, hogy megyünk este diszkóba, hogy UV neonnál tök jól néz ki, és látják rajtuk, hogy buvára vagyunk, hanem azért, hogy itt 50 környéken már illik a felszínt keresni. Igen, illik a merülést olyan szinten befejezni, hogy már mélyebbre nem megyünk, elindulunk felfelé, és a maradék 50 bár, az elég lesz arra, hogy a biztonsági megállónkat megcsináljuk, és még elég levegővel a felszínt elé. És ebből a reduktorból, ez a főbuvárja, vagy az enyém, hogyha én kapom be, ez pedig egy tartalék, húha, elfelejtettem a nevét. Oktopusz. Mindig azt hiszem, hogy tengeri állat, de nem az. Ez az életet ment a társunk számára, hogyha bajba kerül, tehát páros van belőle, ezt a sárgával jelzett kis oktopuszt adjuk oda, hogyha ha kell. Most így körülmagban ennyi, amit már tudunk, meg hogy a nyomás ez változik lefelé is, meg fölfele is, meg sok a víz, meg a korán, meg ne lépünk tengerisünkbe, operatőrünk belépett egyébként. Éppen, azzal kezdte. Ne, lehet, hogy nem tengerisünkbe, csak valamivel, ami szúr. A búvár szerelés felvétele a vízben mindig könnyebb, de azért itt is el kéne segítség. Nem mondjuk, az a filmekben való. Nem, hogy nem filmet csinálunk. Ja, tényleg most is filmet csinálunk. De az a filmekben jó, az életben soha nem fogjuk így nyomkodni, hanem berakod a szádba és kifújsz egyet. Majd így lesz a víz alatt is, oké? A kötelező ellenőrzés lépéseiről most sem feledkezhetünk meg. A parthoz közeli merülésnél a korábbi uszodai medencés, de hogy szakszerűek legyünk, védett vízi merülésnél elvégzett gyakorlatokat kell újra és újra végrehajtanunk. A tenger a parttól már néhány méteren belül mély, és a 10-15 méteres mélység, a felszín alatti áramlatok próbatétel elé állítanak bennünket. Ezt a számunkra egyelőre idegen közeget, sok gyakorlással, merüléssel szokhatjuk és kedvelhetjük meg. Molunát egyik híressége. Igaz, ő csak egy helyi halász, aki a tengerből frissen kifogott halakkal lát vendégül bennünket, de vendégszeretete és az étel elkészítése alkalmassá teszi az iménti jelzőre. Saját specialitásait kínálja. Roston sült rozmaringos orhant, majd tinta halat és homárizottot tálal az asztalunkra. Az ételek íze, a kilátás és Márkó vendégszeretete valóban különlegessé teszi az estét, hiszen ilyen privát meghívások ritkán szerepelnek az utazási irodák kínálatában. Számo Beri, akkor most is Beri. Most magyarázza épp a Márkó, mivel március óta itt tárolja ezt nekünk, hogy mikor jövünk, akkor tudjunk belőle lenni. Hát potyog itt le, és
lehet, hogy pálinkát kéne belőle főzni, de nagyon finom, annyira édes, hát ezt ilyet ritkán lehet enni, ezt itt kell, így a helyszínen, ritkaság. Márkó kertjében vagyunk, amit kis jó indulatot nevezhetünk kertnek, ugyanis azért van gaz, meg kell keresni a narancsot, meg a citromot, de ez totál bio, nem látott elbetűket, semmit nem látott. Ez finom, és ahogy leszed a fáról, mindjárt meg is lehet pucolni. Ennek az illatán is érződik, hogy ez narancs, meg citrom is van. És azért még egy dolgot hozzátennék, Márkó a házigazdánk, hogy unhatja a narancsot, meg a citromot? Jó neki! Márkó is köztünk, ő egy horvát család, oszlopos tagja, mi egy magyar család oszlopos tagja vagyunk. Ha mi narancsot akarunk enni, akkor elmegyünk a legközelebbi bótba, az veszünk narancsot kilóra, amit ki kell fizetni a pénztárnál. Ő meg fölmászik tálal a fára, és eszik saját enikli narancsot. Ez már olyan gasztrorambosszerűség, hogy a kertből szedjük a narancsot és a citromot, és ebből a csodálatos panorámával, ami hát nyugodtan mondhatjuk, hogy egyedi, nem azt mondom, hogy snassz, és nem kell vele foglalkozni, de az összhatás, ez nem lehet elmondani, nem lehet leírni, nem lehet lefényképezni, el kell jönni, meg kell nézni.